Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Ma a szuiciditást, vagyis az öngyilkosságra való hajlamot járjuk körül. Mindezek okait, lelki hátterét először dr. Richmer Zoltán, Széchenyi díjas, pszichiáter, professzor, az MTA doktora magyarázza el nekünk. Fontos elmondanunk, hogyha bárkinek öngyilkossági gondolatai vannak, hívja a 116-123-as lelki elsősegély telefonszámot, ahol szakemberek várják a hívását. Professzor úr szerint minden öngyilkos megmenthető lenne? Elvileg igen. Elvileg igen, a gyakorlatban ez egy olyan cél, amit közelítenünk kell, egyre közelebb érünk hozzá, de hát sajnos a tudomány mai állása szerint minden öngyilkosságot nem tudunk megelőzni. Nagyon sokat meg tudunk előzni, és egyre többet meg tudunk előzni, tudni egy biztos, hogy az öngyilkosság, amely az életnek én szerintem talán a legtragikusabb eseménye, az öngyilkosság semmiképpen nem tekinthető normális reakciónak az élet akármilyen nehézségeire is. Ez biztosan így van. Nagyon sok esetben látjuk, hogy borzasztó tragédiák történnek az illető körül az illetővel, és nem lesz öngyilkos. Viszont az öngyilkosok döntő többsége, több mint 90%-a aktuálisan valamilyen pszichiátriai betegségben szenved, és ez a pszichiátriai betegség bizony nagyon jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy viszonylag idézőjelbe, viszonylag csekély környezeti negatív tényezők a betegséggel együtt, főleg a depresszióval együtt, hát bizony kiváltsák ezt az öngyilkos magatartást. Az öngyilkosságban meghaltak jelentős részének már volt valamiféle pszichiátriai kezelése, leginkább depresszió, és a kezelés az azt jelenti, hogy ha sikeres, akkor nem következik be az öngyilkosság, de ha megszakítja a kezelést, vagy nem került kezelésbe, akkor bizony hajlamos az öngyilkosságra. Tehát az öngyilkosságban meghaltak, több mint 90%-a pszichiátriai betegségben szenved, nem kezelt pszichiátriai betegségben szenved. Lehet, hogy csak időszakosan, de épp akkor szenved, ugye? Igen, pontosan nagyon jó a kérdés, köszönöm szépen, hiszen a depresszióra jellemző, hogy időszakosan jelentkezik. A depresszió jön, kezelés nélkül 6-8 hónap alatt el szokott múlani. Nagyon ritka, 10-15%, hogyha a depresszió megjelenik, akkor krónikussá válik, de az esetek több mint 80%-ában 6-8 hónapos hullámokban zajlik, ezt a régi leírásokból nagyon jól tudjuk. Ha valaki ismeri a depresszió tüneteit, akkor könnyen megérti, hogy az illetőnek egy nagyon súlyos hangulatzavara, nyomott, negatív hangulata alakul ki, a saját hangulati fekvésétől lényegesen eltérő, indokolatlanul szomorú, pesszimista hangulat, környezete nem érdekli a családja, szakmája, sport, barátai, kedvesei, ismerősei, nem olvas, nem néz tévét, nem nézi meg a futballmeccset, pedig a régen állandóan azt nézte, étvágytalanná válik, undorodik az ételtől, pedig szeretett enni, és volt a kedvenc ételei, alvászavar keletkezik, nem tud elaludni, vagy ha elalszik, nagy nehezen éjjel többször fölébred, és ami a legjellemzőbb, hogy hajnalban a megszokott alvási ébredés előtt 3-4 órával fölébred, szorong, az egész napot kilátástalannak látja, nem tud visszaaludni. A erőtlenség, fizikai gyengeség, nem fog az agya, ezek mind kimutatott, orvosilag igazolt tünetek, koncentrációs, emlékezetzavarok vannak, nem tudja elvégezni a napi munkáját. Az az ember, aki naponta 25-30 telefont elintézett, könnyedén néha kettőt egyszerre, az egyszerűen irtózik fölvenni a telefont, mert nem tudja, hogy el fogom tudni intézni. Volt nőbetegünk, aki azt mondta, hogy egyszerűen nem tudtam, hogy melyik ruhámot vegyem föl. Sok volt, de nem tudtam eldönteni, mert bizonytalan voltam mindenbe. Aztán az önértékelési zavar. Nagyon fontos tünet, ezek a lépcsők vezetnek a depresszióhoz. Én semmire nem vagyok jó, én egy rossz ember vagyok, én soha semmit jót nem tettem, mondja az egyetemi tanár,
meg a gimnázium igazgató. Ez már a depresszió súlyos és sötét dimenziója, pontosan, ugye? Pontosan, mert kezelés nélkül a depressziók nagy része lépcsőzetesen megy lefelé, sőt, nem csak, hogy egy haszontalan ember vagyok, mert bajt hoztam a családomra, el fogok szegényedni, el fog szegényedni a családom, csődbe vittem a munkahelyemet, én egy rossz ember vagyok, én értem, jön a rendőrség, és el fognak vinni, és börtönbe kerülök, nagyon súlyos esetben ilyen is van, és hogyha ezeket mind végig gondoljuk, akkor az illető, a depressziós illető minden sötét szemüvegen lát. Volt olyan, hogy valaki tömegbalesetbe a házastársát, a feleségét és három gyerekét elvesztette. Most ez egy akkora trauma, hogy hazament és kiugrott az ablakon és meghalt. Ehhez nem kell depresszió. Ugye? Ehhez nem kell. Ha most viszont ez az ember elmegy, vagy fölhív egy krízisvonalat, akkor hátha, sőt, nagy valószínűséggel megmenthető. De ez nagyon ritka, ez a példa, amit mondtam, hogy ez megtörtént eset régen, történt több évtizeddel ezelőtt, tehát ezek a súlyos pszichológiai krízisek, amikor valakinek leég a háza, tönkre megy, mindene tönkre megy, az egész élete munkája oda van, és még egy hozzátartozóját elvesztette, súlyos krízis állapotban előfordulhat. Ez egy kicsit olyasmi, mint a poszttraumás stressz, igen. Tehát, hogy ő a trauma következtében nem annyira urat tetteinek és gondolatainak. Igen, de ez az öngyilkosok egy nagyon kis százalékát. Tulajdonképpen nagy és könnyű esetkezelésekkel dolgozva e két típus tudjuk felosztani? Hát igen, hogyha az okokat nézzük, de az okokat még nekem muszáj részletezni, tudnék a pszichiátriai betegség, az csak az egyik ok. Fő ok, de csak az egyik ok, önmagában nem elég. Tudnilik, ha kiemeljük a depressziót, mint a leginkább öngyilkosságra veszélyes állapotot, a kezeletlen depressziós betegek körülbelül 15%-a öngyilkosságban hal meg. De az azt jelenti, hogy a 85%-a nem öngyilkosságban hal meg, tehát a depresszió, ahogy szoktuk mondani, és ez lehet, hogy furcsa hangzik, de szakmailag teljesen megállja a helyét, depresszió és a pszichiátriai betegség szükséges, de nem elégséges feltétel az öngyilkosságnak, tehát ha valaki depressziós, az növeli az öngyilkossági rizikót, de még más is kell. Most mi kell ehhez? A depressziónak bizonyos speciális formái, mert a depressziónak többféle formája van, egy bizonyos súlyossági fokozat, amire a főszerkesztő úr már utalt, és ez nagyon fontos, jönnek a külső negatív életesemények. Hogyha valakinek súlyos élethelyzeti nehézségei vannak, tartósan munkanélküli, tartós családi konfliktusok vannak, a depresszióval együtt alkohol vagy drogbetegség is jelentkezik nála, vagy valamiféle kriminális előzménye is van, tehát az életesemények hozzájönnek. Munkanélküliség, tartós munkanélküliség, öngyilkossági rizikófaktor. Na jó, de nem minden munkanélkül lesz öngyilkos. Tehát, hogy jól sejtem, nagyon sok mindennek kell egy időben összejátszani ahhoz. Igen, sok mindennek, igen. De azt viszont a professzor úr tudja velünk érzékeltetni, hogy mindezen állapot, vagy állapot rengeteg meglétekor. Hol az a bizonyos választóvonal, ami végül is tettekre sarkalja az illetőt, mert nagyon rosszul lehet lenni, de valaminek mégis életbe kell lépni, és valamifajta agyi vagy idegrendszeri mechanizmusnak létre kell jönnie ahhoz, hogy mindez tettekké transformálódjon. Igen, ez valóban így van, nagyon sokat vizsgálták, és vizsgáljuk ma is az öngyilkosság, öngyilkos magatartás mögötti kémiai, agyi folyamatokat is. Az öngyilkosság mindenképpen egy agresszív cselekedet. Autoagresszió, saját maga ellen fordított agresszió, hogy ezt nagyon sokan megfogalmazták, de talán a legismertebb módon a híres pszichoanalitikus Sigmund Freud azt mondta, hogy az öngyilkosság a saját maga ellen fordított agresszió. Tehát az agresszív személyiségvonásokkal rendelkező ember, ha depressziós lesz, hajlamosabb lesz öngyilkosságra. Igen ám, de ha már az agressziót említettem, és az agresszió és az öngyilkosság kapcsolatát, akkor rögtön kétfelé kell választani a témát. Vannak kifejezetten agresszív öngyilkos módok,
akasztás, ugrás, lövés, nem akarok tippeket adni, de ezt mindenki tudja. Tehát vannak agresszív módok, ahol a túlélés esélye szinte nulla, ugye bizonyos magasságból ugrás, lövés és így tovább. És vannak az öngyilkosságnak kevésbé agresszív módja is, gyógyszertúladagolás. Mi múlik, hogy az illető ezt vagy azt választja? Nagyon jó kérdés. A férfiak, főleg az agresszív módot választják, a nők inkább a gyógyszer túladagolást, illetve a mérgezést. Na most itt a gyógyszer túladagolásnál nagyon fontos, hogy egyre inkább olyan gyógyszerek kerülnek forgalomba, pszichiátriai gyógyszerekre gondolok, régen nyugtatóknak hívtuk őket, de hát ezek szorongásoldók, egyre inkább olyanok kerülnek forgalomba, amiből nagyon-nagyon sokat kell bevenni, vagy talán vagy nem is lehet annyit bevenni, az illető meghalljon, elalszik jó mélyen, észreveszik, és a túlélés esélye nagyban fölfedezik. A férfiak ritkábban is kérnek segítséget, nagyobb az alkohol szerepe férfiaknál, mert a depresszió és az alkohol együtt az egy kifejezett öngyilkossági konstelláció, és az agresszív öngyilkossági kísérletre az alkohol is hajlamos itt, és ami nagyon fontos, hogy van a központi idegrendszerben egy-két olyan ingerület átvívő anyag, neurotranszmitter, ahogy mondjuk, és erről nagyon sokat hallott a kedves hallgatóság is, a szerotonin, noradrenalin, dopamin, ezek azok az ingerület átvívő anyagok, amelyekkel az agyunk működik, úgy, mint az autó benzinnel, vagy újabban ugye elektromos árammal, de ezek szükségesek, ezek mindenkiben jelen vannak, és ezek az ingerület átvívő anyagok szabályozzák az alvást, az étvágyat, a szexuális aktivitást, a vérnyomást, szinte minden élettani funkciónkat, amelyet az agy szabályoz, ezen neurotranszmitterek többek között a szerotonin szabályoz. Kimutatták, hogyha a szerotonin szint alacsony, emberben is, állatban is, akkor agresszióra hajlamos itt. És ezt állatkísérletekben gyönyörűen ki lehet mutatni, de emberekben is már tudjuk a központi idegrendszer, szerotonin és egyéb ingerület átvívő anyag forgalmát mérni, és ez egyértelmű, hogy az alacsony szerotonin szint agresszióra hajlamos itt, és az öngyilkosok és a gyilkosok agyában kimutatható, hogy az egészséges kontrollokhoz képest lényegesen alacsonyabb a szerotonin szint. Agykutatók jutottak-e valamire, mert találtunk ilyesfajta, de rengeteg mindent lehet olvasni, ha az ember ebbe elmélyed, valami fajta agyi elváltozást közvetlen az öngyilkosság megtétele előtt. Tehát más is életbe lép-e, semmint kizárólag a szerotonin változása. Igen, vannak a központi idegrendszernek olyan részei, amelyek a öngyilkosságra hajlamos embereknél már eleve bizonyos anatómiai eltéréseket mutatnak, egyes magvak kisebbek, más magvak nagyobbak, de a szerotonin mellett a noradrenalin, a másik ingerület átvívő anyag is fontos szerepet játszik, az adja a motivációt. Ugye adrenalin bomba szoktuk mondani, meg energiaital, hát ezek mind tulajdonképpen noradrenalint mobilizálnak a szervezetbe. Ez minek hatására kap lángra mindez? Igen, hogyha az a nagyon súlyos depresszió és a szorongással kísért depresszió egy ilyen izgatott, felspannolt állapothoz vezet, és akkor az alacsony szerotonin szint mellett, hogyha több a noradrenalin, akkor az alacsony szerotonin szint egy kicsit most leegyszerűsítve, de a valóságban is tényleg így van, alacsony szerotonin szint hajlamos itt az agresszióra, depresszió esetében ez befelé fordul, és a viszonylag magas noradrenalin szint meg hajlamos itt arra, hogy megtegye, mert motivációt ad, energiát ad, tehát rosszra használja a depressziós beteg. Ugye nem nagyon dilettáns a kérdés, ha azt kérdezem, hogy mindenhez azért a genetikának óriási hozzáadott Igen. szerepe van. Igen. Tehát az, amit a professzor úr most elmondott, ehhez azért nagyon sok született együtthatónak is meg kell, hogy jelenjen, ugye? Pontosan így van, nagyon jó, nagyon pontos tudnilik. Sokat vizsgálták egypetélyű, kétpetélyű ikrek, vagy adoptáltak, tehát akiket ugye örökbe fogadtak. És egyértelműen igazolható, hogy az egypetélyű ikrek, ha az egyike, egypetélyű ikrek egyike öngyilkosságot követel, akkor nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy valamikor
a egypetű iker másik tagja is öngyilkosságot fog elkövetni. Ez olyan 60-70%. Kódolt valamennyire. Igen, kódolt pontosan, míg a kétpetélyű ikreknél ez ugyanakkora, mint a testvéreknél. Mert a kétpetélyű iker az olyan, mint a testvér. Sőt, azt is nézték, hogy együtt is külön nevelt egypetélyű, kétpetélyű ikreknél hogy alakul, és mindenképpen az jön ki, ahogy a főszerkesztő említette, hogy kódolt. Még a szerkesztő is túlzás, nem vagyok főszerkesztő. Igen, bocsánat. De olyan jó kérdéseket tesz föl. Köszönöm. Hogy ez én szememben főszerkesztő. És a másik az adoptáltak, tehát örökbefogadottakat, akik nem ismerték a biológiai szülőket, és megnézték, hogy akik öngyilkosak lettek, azoknak a biológiai szülei nagyon gyakran lettek öngyilkosok, míg az adoptáló szülőknél ez nem volt jellemző. Tehát az adoptált öngyilkosok öngyilkossági gyakorisága a valódi biológiai, az általuk nem ismert biológiai szülőkkel függ össze, és nem a nevelőszülőkkel. Tehát magyarul ezt lehet mondani, hogy az öngyilkosságnak az örökletessége körülbelül 40%, ami nagyon magas. Nagyon magas, de van 60% környezet, tehát nem fátum, ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, de hogyha vele egyébként nem történik tragikus életesemény, magánéleti krízis például nem éri őt, ez ugyanúgy aktivizálódhat? Akkor nem nagyon. Ha nem történik negatív életesemény, és nem jön depresszió, akkor nem. Akkor nem, mert hisz nagyon sokan az ismeretségi körben is biztos van, akinek egy édesapja, édesanyja öngyilkos lett, és őt ismerjük, és már 70 éves, és mindig lebetű, hála Istennek. Egy példát tudnék ezzel kapcsolatban mondani. Jó régen történt, egy mániás depressziós nőbeteg jött az osztályunkra. Mániás depresszió a depressziónak az a formája, amikor ellenpólus is van, és mindaz, amit én elmondtam a depressziót, fokozott, jó, beszédes, okos, vidám, erős, fog az agya, jobban fog, mint máskor, sport teljesítménybe maximálisan fölött teljesít, és kreatív, és nem sorolom. Tehát ez a mániás depresszió, ennek a depressziós szakasza, ez nagyon veszélyes öngyilkosságra, már csak azért nagy a kontraszt. A mániás depresszió, Széchenyi István, mániás depresszió. Ez a hullámvasút. Pontosan. Nagy mélységek és magasságok. Úgy van, Robin Williams, lehet sorolni, Ernst Hemingway, tehát ez egy külön téma, hogy a mániás depresszió és a kreativitás között mi az összefüggés, de mindegy, tehát ez a lényeg, hogy ez egy 55 év körüli mániás depressziós nőbeteg volt, akit a fia kísért. És a nő éppen súlyos depressziós volt, föl is vettük az osztályra, és a fia kísérte, aki egyetemi hallgató volt. És elmondta, hogy hát ez én édesanyám, hát most kijött rajta a mániás depresszió, de az én édesapám is mániás depressziós volt, és a második depressziójában öngyilkos lett és meghalt, nem kezelték. Hát ez a történet, maga a történet körülbelül 30 éve történt, tehát nem kezelték az édesapámat, öngyilkos lett, és én kicsi voltam, öcsém még kisebb, és hát bizony szegény anyám egyedül nevelt föl minket, és milyen nehéz volt neki, és én soha többet nem leszek, én soha nem leszek öngyilkos, mert tudom, hogy milyen rossz, hogy apa nélkül nő fel valaki. Na most én, mint orvos, ezt a konstellációt hallva, eltetszik tudni képzelni, hogy mire gondoltam rögtön, mondtam, hát persze, természetes, hát, de azért én azt kérem, hogy mivel a családban halmozódik a pszichiátriai betegség, hogy azért figyeljen, vigyázzon magára is, tartsa karba a lelkét, és mindenképpen kíséri az édesanyját kontrollokra, mert a mániás depressziós meggyógyítottuk a depressziót, és beállítottuk hosszú távú, fenntartó, megelőző gyógyszereket, mint a cukorbetegség, mint a hipertónia, mert a mániás visszajön. A kilengéseket normalizálni. Pontosan normalizálni, és nehogy visszajönnek a kilengések, és egy időnként kell kontrollra jönni, jöjjön el. Hozta, édesanyját kísérte 2-3 napon, tehát tudott volna az édesanyja magától is, mindig egyetemi hallgató volt az illető, és aztán elment végzett, és elment Nyugat-Németországba dolgozni, hát ez akkor még volt, akkor volt, még volt Nyugat-Németország. És aztán egyszer csak hazai jön a mentő, hozza a fiút, öngyilkossági kísérlet után. Megjelent az első depressziója a fiúnak, édesapám, neked volt igazad,
Az élet borzasztó, mindenről, szerencsére túlélte. Tehát magyarul a minta, a családi minta, az akkor hat, amikor súlyos pszichiátriai betegség, depresszió vagy súlyos krízis állapot van. Tehát a kérdését nagyon köszönöm, mert ha ennek az illetőnek, akinek a édesapja öngyilkos lett, ennek a később már mérnök úrnak, ennek nem jött volna depressziója, nem lett volna öngyilkos. Miért lett volna? Hát addig se volt, mikor hozta az édesanyját, egyetemre járt, elvégezte. Viszont ha jön a baj, tulajdonképpen olyan erős a determináltság, igen, és a genetikai alapcsomag, igen, 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 hogy annak nagyon nehéz útját állni. Úgy van, pontosan. A befejezett öngyilkosságban meghaltak, mindig befejezett öngyilkosságot mondok, mert szokták régen mondani, hogy sikeres öngyilkosság, egy ilyen már így befejezett öngyilkosság, meghaltak. Körülbelül 30%-ának volt az első fokú rokonok között öngyilkosság. No, itt szerintem van egy nagyon fontos választóvonal, hogy melyik a cry for help típusú öngyilkossági kísérlet, tehát amikor valaki segélykiáltás címén teszi mindezt, és ki az, aki hát nagyon drasztikus módszerekhez nyúl. Itt ez egy, cáfolva az előző, a kérdés első felét, nagyon határozott határvonal választja el őket, hogy ez azért átcsúszik, és a pillanatig lelki állapot dönti el. Igen, átcsúszik. Átcsúszik, pontosan így van. Nagyon sokszor látjuk, hogy enyhe depressziós beteg gyógyszereket vesz be, és ezzel az öngyilkossági kísérlettel jelez valamit. Nem akar ő zsarolni, mert sokan azt mondják, hogy hát persze, zsarol. Nem akar zsarolni, csak jelez valamit, ha nem elég a pszichológiai ismeretanyaga, a pszichológiai kulturáltsága nem olyan magas, hogy fölismerje magán, hogy ez egy depresszió és segítséget kell kérni, akkor anélkül, hogy ő biztosan meg akarna halni, valamit tesz magával. Reméli, hogy nem fog belehalni, és amikor megmentik az életét, és elviszik a pszichiátriára, vagy pszichiáterhez, nem mindig rögtön a kórházba, akkor, ha szabad ezt mondani, akkor esik le a tantusz, azt mondja, most már értem. Igen, de azt mondja, hogy nem zsarolni akar, akkor mit? Azt akarja, hogy figyeljetek rám, nagy bajban vagyok, valaki mentsen meg. Igen, 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 igen. Az nagyon ritka, hogy zsarolni akar. Az nagyon ritka, amikor falcolnak. De. És ő mondja is, hogy ő nem is akart meghalni, meg igazából ő környezetével konfliktusok vannak. Régen azt mondtuk, hogy pszichopátia, ugye személyiségzavar, de az is kiderült, utánvizsgálták, hogy a falcolók, 30 év múlva a falcolók is háromszor gyakrabban lesznek öngyilkosok, mint a megfelelően választott kontroll. Tehát ez nagyon fontos, hogy az öngyilkosság, ez egy spektrum, ahogy mondjuk, kezdődik a életuntsággal. Nincs kedvem élni, rosszul érzem magamat a bőrömbe. A második a halálvágy. Jobb volna meghalni. Nincs kedvem élni, jobb volna meghalni. Igen, ám, de nincs semmi olyan bajom, hogy meghalljak, akkor te valamit tenni kellene, hogy meghalljak. Öngyilkossági gondolatok, öngyilkosság kell lennem. Utána, de hogyan? Jön az öngyilkossági terv. Aztán jön a kísérlet, és aztán a befejezett öngyilkosság, tehát életuntságtól keresztül egészen a halálvágyig, a öngyilkossági gondolat, öngyilkossági terv, öngyilkossági kísérlet. Az öngyilkosságban meghaltak, körülbelül 40%-ának már volt egy kísérlete. Ez megint olyan adat, mi Magyarországon is három ilyen vizsgálatot csináltunk, megint olyan adat, amit könnyű vizsgálni azért. Azért lehet tudni, akinek öngyilkossági kísérlete volt, sőt, kétfajta öngyilkossági kísérlet van, orvos által látott, és hát olyan is van, hogy bevesz X mennyiségű gyógyszert, fölébred. Erre is érvényes, igen, gondolom. Tehát, ezekre is érvényes. Tehát, hogy ki derül a kórelőzményből, hogy ő már próbálkozott. Úgy van, pontosan. Tehát 40%-ának már volt. De ez azt mutatja, mert szokták mondani, hogy aki kísérletezik, az nem akar meghalni, az csak zsarol. Tehát aki meghalt öngyilkosságban, annak 40%-ának már volt egy kísérlete. Most úgy zsarol, hogy aztán, tehát erre nagyon kell vigyázni, és ezt ma már ritkábban hallani, hogy akinek volt kísérlete, azt nagyon komolyan kell venni. Jó, van olyan, én is láttam, akinek 20 öngyilkossági kísérlete volt, és nem halt meg. Ez is egy spektrum. De
akinek öngyilkossági kísérlete volt, annak körülbelül 40-szeresére nő az esélye, hogy öngyilkosságban fog meghalni. És hogyha drasztikus öngyilkossági kísérlete volt, mondjuk levágták a kötéről, vagy túlélte az ugrást, akkor nem 40-szeres, akkor 60-szoros esélye van, ha gyógyszer túladagolással végzett öngyilkossági kísérlete volt, akkor csak 30-40-szeres az esélye öngyilkosságban hal meg. Tehát azt kell mondani, hogy minden klappol, amit a józan ész alapján el tudunk képzelni, hogy a violens, a drasztikus kísérlet hosszú távon veszélyesebb az életre, mint a gyógyszertúladagolás, az a tudományos vizsgálatokba is kijön. El tudja nekem azt mondani az utolsó időszak, percek, órák lélektani folyamatábráját? Tehát hogy jut el a hídról való leugrásig valaki, aki elindul, hogy öngyilkos legyen? Tehát az utolsó időszak már az eldöntöttségről szól, vagy az utolsó pillanatig hintáztatja magát, és azt mondja, hogy lehet, hogy megteszem, lehet, hogy nem teszem meg. Igen, megint csak nagyon jó a kérdés, köszönöm. Nagyon sokáig a hintáztatásra jellemző, szinte mindenkire. És utána, amikor eldönti, hogy tényleg megteszem, akkor megkönnyebbül. Ez nagyon érdekes. Akkor az állapota átmenetileg javul. Ezt is vizsgálták, és erről is nagyon sok tapasztalat van. Tehát meghozta a döntést, és megnyugszik. És ez nagyon sokszor volt hozzátartozó, nagyon sokszor a hozzátartozókat félrevezeti. És utána kimegy és megcsinálja. Tehát azt hiszi a hozzátartozó, hogy normalizálódott, igen, az állapota. Igen, még igen. Gondolom, meg is téveszti. Pontosan. Ezt ő nem szándékosan teszi, de ugye el tudjuk képzelni, hogy a bizonytalanság az rosszabb, mint a végleges. Szokták mondani, hogy már mondják már ki a halálos ítéletet, még mindig jobb, mint hogy bizonytalanságban élek. Ő megnyugszik attól, hogy tudja, hogy meg fogom tenni. Igen. És ez egy katartikus hatás. Nagyon érdekes, a hozzátartozókat megtéveszti, a pszichiátereket nem, mert a pszichiáterek azért tudják, tudni, hogy az öngyilkosságra veszélyes, súlyosan veszélyes beteget behozzák a pszichiátriai osztályra, és mi látjuk, nagyon sok ilyet lát, meg akart halni, és mondja, és ugyan, amiket én elmondtam, azt hangsúlyozni, és akkor mondjuk, de hát ez maga egy kiváló ember, egy főorvos, egy főmérnök, egy tanár, egy kiváló szakember. Nem, én semmi, én egy vízcsapot nem tudok megjavítani, mondja. Tehát ez farrahány borsó, ugye, hogy van, igen, de igen. Ennek mi a gátja? Tehát mi oldódik le az ő fejében, ami egy retesz, hogy nem teszi hozzáférhetővé még a legkétségbe vonhatatlan tényeket sem? Hát tulajdonképpen ez a nagyon súlyos hangulati állapot, ahol ő mindent feketén lát, minden sötét szemüvegen keresztül lát, és ha meggyógyul, mert nagyon sok ilyet, ha meggyógyul, hogy lehettem én ilyen bolond, ilyen szamár? Maga nem szamár volt, meg nem bolond volt, a depresszió gúzsba köti az ember agyát. Nem csak az agyát, hanem a fizikai aktivitását is. Tehát tulajdonképpen ez a kataktikus hatás, amikor az illető hezitál, hintázik, megtegyem, ne tegyem meg, és esetleg jön még egy momentum hozzá, amit nagyon nehéz az utolsó pillanatokban ugye követni, hogy megszólal a telefon, és nem veszem föl, mert úgyse tudom elintézni, úgy sincs mit mondanom a családomnak, nem érdekel, akiket mindig szeretett család, unokat, testvér, menjen innen haza, ne jöjjön, engem zavar. És ez borzasztó a beteg, hát nekem szeretni kellene, mert én mindig is szerettem az unokáimat, és alig várom, hogy elmenjenek. De most nem tudom őket szeretni. Nem tudom őket szeretni, tehát jön egy utolsó kis momentum, egy telefon, nem veszem föl, mert úgyse tudok mit kezdeni magammal, na, megteszem. És akkor megkönnyebbül. És a másik dolog, ami nagyon érdekes, hogyha megteszi, akkor az öngyilkossági kísérletet túlélők egy jelentős részénél javul a pszichés állapot. Tehát ott is van egy ilyen katartikus hatás, és ez is nagyon veszélyes, mert ez megtévesztheti azt az orvos, azt az illetőt, aki az öngyilkossági kísérlet után az illetőt látta. Hosszú hetekig tartó, egyre mélyülő súlyos depresszió, megtörtént az öngyilkossági kísérlet, kiugrott az ablakon, de szerencsére bokorra esett, túlélte, és a kórházba egy jobb állapotban volt, tehát ő lemond. De azért, mert tudja azt, hogy a kiút, mint lehetőség, mint opció, a számára már egy elérhető és egy... Nem.
Nem? Nem ezért. Ennek is úgy néz ki, hogy valamilyen ilyen fizikai, kémiai oka van, mert olyan is volt, hogy súlyos depressziós beteg súlyos tüdőgyulladást kapott. És a tüdőgyulladás alatt az depressziós állapot följavult. Ez pszichoszomatikus balanszmannak hívják, egy régi megfigyelés, tehát ha egy súlyos depressziós, de ez a szorongásos betegekre is vonatkozik, a skizofrén betegekre kevésbé, súlyos depressziós beteg testi betegség alakul ki nála, főleg ha fájdalommal járó vagy megrak, akkor javul a pszichés állapot. Mint egy kioldó mechanizmus, igen, tulajdonképpen a lelki bajokat kisöpri. Igen, pontosan. Azért érdekes, amit a professzor úr említ, találtunk egy olyan kutatást, talán Ausztráliában történt, hídról leugrott öngyilkosokkal készítettek, nyilvánvalóan a túléltekkel interjút. És azt mondják, óriási megkönnyebbülés volt a döntés megszületését követő időszak, de az a 3-4 másodperc, amikor elhagyták a hidat, és amikor zuhantak, az már a teljes megbánással járt. Igen, ez valóban így van, ezt olyanok is mondják, akik gyógyszertúladagolással lettek öngyilkosak, és valamilyen módon visszaemlékeznek az utolsó időszakra. Sőt, hát több olyat láttunk is, akit leszakadt a kötél, vagy levágták a kötélről, tehát drasztikus, vagy nem sikerült a lövés. Tehát ők is azt mondják, az utolsó pillanatban, hát ha mégis volt, lett volna segít, ezt gondolják, de hát ezen sajnos tényleg nem lehet változtatni. Széchenyi Istvánnak a naplója jut eszembe, ő mániás depressziós volt, és hát biztos öngyilkos lett, sokan azt mondják, hogy hát talán ugye kamarére öltem, mert nem fiatal korában, Széchenyi Istvánnak fiatal korában is volt már öngyilkossági kísérlete, amikor még semmi köze nem volt a politikához. Mániás depressziós hullámzásai voltak, és az utolsó napló bejegyzése, hogy nem tudom megmenteni magam. Ez nagyon bölcs mondás, mert ez arra utal, hogy ő tudja, hogy az öngyilkosok nagy része megmenthető, de ő magát nem tudta megmenteni, és fejbe lőtte. Úgyhogy, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy korai stádiumban vegyük észre, nem csak az összes, mert minden betegséget korai stádiumban kellene észrevenni, a magas vérnyomást, a cukorbetegséget, és így tovább, mert korai stádiumban minden betegséget könnyebb kezelni. A pszichológiai krízis állapotokat is természetesen korai stádiumban könnyebb kezelni, csak arra nehéz azt mondani, hogy korai stádiumban, ez a kirtenen szokta kialakulni, még a depresszió, szorongás azért néha hetek, hónapok alatt. De a lényeg az, hogy a megfelelő kezeléssel a pszichiátriai betegségek döntő többsége kordában tartható, gyógyítható. 80%-ot olvastam, ez igaz? Tehát igen, tulajdonképpen igen. 80%-a csökkenthető mindez, igen, ha profi szakember kezek közé kerül. Igen, és a 80%-nak a több mint a fele, azt szokták mondani, hogy nagyobbik fele, ami persze nincs, de 80%-nak a döntő többsége nem csak javítható, hanem tünetmentessé tehető, de ehhez nagyon profi szakember kell, nagyon jó körülmények és együttműködés, mert a betegek sajnos egy bizonyos idő múlva teljesen jól vannak, abba adják a gyógyszeres kezelést, vagy ha pszichoterápiában részesül, tartós pszichoterápiában, akkor elmaradnak a pszichoterápiából, márpedig a pszichiátriai betegségek egy jelentős része, mint említettük, visszatérő formában zajlik, tehát igenis hosszú távú kezelést és gondozást igényel, megint csak azt kell mondanom, mint a magas vérnyomás, vagy mint a cukorbetegség. Kitűnően együtt lehet élni a pszichiátriai betegséggel, ha az jól felismert és jól kezelt. Ma már a pszichiátriai betegek döntő többségét ambulánsan kezelik. Én amikor 53 éve, most már lassan 53 éve lesz, hogy elkezdtem a szakmát, és rögtön a Lipótmezőn kezdtem dolgozni, Országos Pszichiátriai Intézetbe, 110 ágyas osztály, 110 fekvőbeteg, és nem tudom, 150 új beteg egy hónapba, naponta 8-10 beteg, akkor a betegek döntő többségét hozták. 95%-át a mentő hozta, vagy két hozzátartozó kísérte, és ez így csökkent. Ma már ők mennek be, igen, döntő igen, többségbe, igen, saját döntő, akaratukban. Több mint kétharmad saját akaratából megy, és nem csak az, aki már volt ott, és szépen gyógyult, és szépen bántak vele, és visszajár kezelése, hanem nagyon sok olyan, hogy hozza a sógorát, vagy hozza a gyerekét, tehát én mennyit meg az unokáját, vagy a munkatársát,
vagy telefonál, hogy tudják fogadni, mert ő úgy veszi észre, a legjobb diagnoszták a betegek. Ő úgy veszi észre, hogy annak is az a baja, mint neki. És akkor ez 100%-os pontosság mindig bejön, vagy azt mondja, hogy hát nem az a baja, mint neki, de biztos, hogy pszichiátriai baja van, de nem az. Akkor megint csak igaza van. Tehát a betegek nagyon jó diagnoszták, és aki jól együttműködik, pszichiátriai beteget, az a legjobb társaság. Hát professzor úr, nagyon sokáig tudnánk ezt folytatni, egy élmény volt önt hallgatni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Dr. Rikmer Zoltán után jöjjön Babarczi Eszter, kritikus, publicista, esszéista, műfordító, eszme és művészettörténész. Nyíltan és őszintén vállalja depresszióját. Megküzdéseiről dokumentumfilm is készült, Eszter Lánca címmel. Az általa létrehozott Búra című internetes oldalon megjelent írásaiban is beszámolt öngyilkossági kísérleteiről. Ő következik. Neked mikor voltak először szuicid gondolataid? Most találtam meg a 15 éves korombeli naplómat, és abban már elég sokszor előfordul ez. De amire emlékszem, az egy ilyen 6-7 éves koromban egy ilyen fantáziakép, amit szerintem már sokaknak elmeséltem, mert nagyon pregnáns, hogy az lesz az én sorsom, hogy kikísérleteznek rajtam egy gyógyszert, amiben én belehalok, de az emberiség az valami halálos betegséget megtanult meggyógyítani. Magyarán szólva, tehát 6 éves koromban már voltak olyan fantáziáim, amik arról szóltak, hogy én meghalok. Ez is milyen érdekes, hogy meghalsz, de a világ javára, tehát önfeláldozóan. Így van, persze. Tehát ez nagyon fontos volt nekem, hogy legyen valami haszna az én halálomnak. De miért? Igen. Gondolom, hogy ez egy családi küldetéstudat, tehát hogy azt kaptam a családból, hogy az embernek teljesítenie kell, hasznosnak kell lenni, vagy le kell tenni valamit az asztalra, és gondoltam, hogy a hasznost a kellemessel így összekötjük, hogyha meggyógyul az emberiség fele valami szörnyű betegségből, akkor ők is jól jártak. Amit tudok, az az, hogy édesanyám megpróbálta megölni magát, amikor én ilyen tájt voltam, tehát olyan 6-7 éves voltam. Tehát lehet, ezt ugye nekünk nem mondták meg, hogy miről van szó, de lehet, hogy azért a gyerekek többnyire sok mindent levesznek, tehát lehet, hogy azért úgy értelmeztem, ahogy az ténylegesen történt. Úgyhogy ez lehet egy tényező. Másrészt hát azt gondolom, hogy volt egy olyan családi dinamika, amiben én valahogy egy ilyen bűnös lettem. Tehát ki voltam nevezve bűnösnek, mint valaki, aki az apámnak a helytartója, aki viszont ténylegesen is bűnös volt. Én nem voltam annyira bűnös, őszintén szólva, mert 6 évesen az ember még nem tud olyan rettenetes bűnöket elkövetni, de édesapámnak voltak nagyon agresszív megmozdulásai, tehát nagyon durva fizikai agresszió. A családtagokkal szemben? Igen. Úgyhogy ezt a fajta szörnyetegséget, ez áttevődött rám. És akkor azt gondolom, hogy volt a családban egy ilyen üzenet, hogy te rossz vagy. És hogyha az ember így ezt internalizálja, belsővé teszi, hogy én rossz vagyok, onnan már nincs olyan nagyon messze az a gondolat, hogy akkor nekem el kell tűnnöm a világból. Te tényleg úgy gondoltad, hogy a világ jobb hely lenne, ha te nem lennél? Abszolút. Erről meg voltam győződve. Mondtad ezt te valakinek? Megosztottad ezt bárkivel? Gyerekkoromban nem volt kivel megosztani, tehát nem volt fogékony erre az én környezetem, meg az iskolai környezet sem, tehát hogy nem, én szerintem ezt senkinek nem mondtam. A te ártalmad, az a te fejedben miből, vagy miben állt igazán? Hát ezt ugye szerettem volna én is tudni, nem tudtam, csak azt tudtam, hogy azt jelzi vissza a környezet, hogy én nem vagyok oké. Hogy velem valami baj van. Ez a mikrokörnyezeted, vagy? Ez a családi környezet. Ez kifejezetten a család. Tehát iskolában nem voltak ilyen problémáim, hogy ezt jelezték volna vissza, kifejezetten a családról van szó. Meddig jutottál el, mondjuk kamaszként, vagy fiatal felnőttként az ezen való gondolkodásban? Megoldó képleteket gyártottál, elképzelted, vagy ennél tovább is mentél?
Hát elmélkedtem azon, hogy etikailag hogy áll ez a dolog, az öngyilkosság, tehát hogy ez mennyire gyávaság, vagy mennyire megengedhető, mennyire az ember saját választása, amiben senki nem szólhat bele. Tehát ilyen dolgokon gondolkodtam most ebben a naplóban, amit most találtam meg pont most hétvégén. De nem fordult még elő akkor 15 évesen, hogy így fantáziáltam volna róla, hogy hogy fogom csinálni. Az, hogy hogy fogom csinálni, az ugye egy következő lépés, ami egyébként egy nagyon veszélyes lépés, tehát hogyha valaki a eszembe jutott már, hogy milyen lenne meghalni, című fejezettől eljut oda, hogy elképzelem, hogy hogy fogom csinálni, az baj. Akkor van baj, akkor feltétlenül be kell avatkozni. Volt egy ilyen felemás kísérletem 16 évesen, de az nagyon ilyen ártalmatlan dolog volt igazából, tehát egy kicsit több gyógyszert bevettem, de nem annyit, hogy meghalljak tőle. Ezek segélykiáltások voltak, vagy ez annak szólt, hogy vegyetek észre? Gondolom, ez is benne volt, igen. Gondolom, hogy ez is benne volt. Kétségbeesés volt, tehát hogy nem volt azért igazán végig gondolva az akkor. Megmosták a fejed? Vagy dorgálás lett az osztályrészed? Hogy reagáltak? Igazából így, mintha tudomásul se vették volna. Tehát mintha ez így fel se tűnt volna, hogy ez megtörtént. Hogy kis ilyen. Igen, hát azért nem, tehát nem voltam ahhoz olyan közel. Tehát az, amikor én ténylegesen már elterveztem, kiszámoltam, hogy mennyit kell bevenni, miből, felhalmoztam ezt az adag gyógyszert, mert ugye az nem olyan egyszerű megszerezni azt a mennyiséget, amitől az ember tényleg meghal, az már a 30-as éveimben volt, tehát 30 éves voltam, 31. Akkor megszületett a fiad? Igen, és ezt nagyon szégyellem, megszületett a fiam. Tehát igazából az egy olyan év volt, 31-32 éves koromban, ez egy olyan év volt, amikor minden reggel azzal keltem, hogy meg akarok halni, és azzal feküdtem, hogy meg akarok halni. Tehát ez végig kísért egy teljes évet, ami rettenetesen fárasztó. Ezt mi váltotta ki? Hát voltak magánéleti nehézségeim, magánéleti problémáim, de azt gondolom, hogy ezen kívül a gyógyszerezésem is el lett szúrva egy kicsit. Ekkor már tudott volt számodra, hogy te bipoláris depressziós vagy? Nem tudtam, hogy bipoláris vagyok, azt nem tudtam. Depresszióval kezeltek. És kaptál gyógyszert? Kaptam gyógyszert, igen, de olyan gyógyszert kaptam, ami felerősítette a bipolaritást. És ugye a bipolaritásnak, ha valaki az a típusú bipoláris, mint én, bipoláris kettő, akkor nagyon mélyek azok a mély völgyek. Nagyon mélyek a völgyek, és ehhez hozzájárult még egy premenstruális diszfória is, ugye ami a nők körében egyáltalán nem szokatlan, tehát hogy a menstruációs ciklushoz kötődően vannak ilyen mélypontok. Lelki mélypontok. Igen, igen, kifejezetten lelki mélypontok. Tehát ezt biztos mindenki tapasztalja magán, hogy ő sírva fakad, vagy idegesebb, vagy csapkod, de hát ezt tudjuk, tehát hogy ez van. Ez egy hormonális változás, ami kivált bizonyos hangulati folyamatokat. És akkor ez a két dolog tevődött össze valamilyen mennyiségű haraggal, tehát haragudtam valamire, vagy valakire, érdektelen, hogy miért, vagy kire, és ezt a fajta haragot befelé fordítottam, és ez az első öngyilkossági kísérlet, ez ebből az értelemben, annak ellenére, hogy egy hosszú évnyi szuiciditás készítette elő, egy impulzív dolog volt. Tehát hirtelen döntés eredménye. Hirtelen döntés eredménye volt, igen. Azt meséld el, kérlek, hogy amikor azt mondod, azzal kelsz, azzal fekszel, ott mi átszódik le? Tehát az utolsó gondolat az, amikor elalszol, hogy oda jó lenne, ha nem kelnék föl. Igen, igen. Igen. Mikor fölébredsz, azt mondod, hogy mi a túróért ébredtem most fel. Igen. Hát ez nagyon nehéz. Tehát ez, én azt gondolom, hogy aki volt már szuicid úgy igazán, az tudja, hogy ez egy nagyon-nagyon mély állapot, amiből nagyon nehéz kijönni, főleg egyedül.
És rendkívül fárasztó. Tehát iszonyatos mennyiségű energiát szív le az emberből az, hogy minden pillanatban túl kell tennem magam azon a gondolaton, hogy hát én igazából nem akarok itt lenni, hanem igazából meg akarok halni. Nem akarsz, vagy nem tudsz? Hogy ez elsősorban egy ilyen önszuggesszió is? Tehát egy picit az ember belehergeli magát abba, hogy jobb lenne, ha nem itt lennék? Vagy úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen démonok tulajdonképpen elöntik és eluralják az ember elméjét? Hát inkább ez az utóbbi, az én esetemben, nem tudom, tehát hogy nem vagyok szakember, hogy tudjam, hogy ez milyen százalékban hogy alakul, de hogy az én esetemben ez egy olyan, mintha egy külső hang lenne, de hát nem voltam skizofrén, tehát nem hallottam hangokat, csak olyan, mintha egy külső hang lenne, ami azt mondja, hogy meg kell halnod, az lenne a jó, ha meghalnál, jobb lenne a világ, ha meghalnál, a gyerekednek is jobb lenne, ha meghalnál, semmi keresnivalód nincs itt, a helyzet reménytelen, soha nem lesz jobb, ennél csak rosszabb lesz, és így tovább. Tehát ezek a szólamok. Egy felkészült, edukált depressziós már tudja egy idő után, hogy ezek a hangok nem valósak? Hát ehhez a ponthoz kell eljutni, igen. Tehát, hogy azért van a terápia, meg azért van a szakszerű segítség, és jó esetben azért van a környezetnek az érzékenyítése, hogy eljuss addig a pontig, amikor tudod, hogy oké, most jön ez a fejemben ez a gondolat, mert mindjárt menstruálok, akkor biztos oké, ezt most ki kell bírni ezt a 3 napot, vagy 4 napot, és utána jobb lesz. Ez a gondolat, hogy ez megszülessen, az rettenető sok munka. És automatikusan nem is születik meg. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha valakinek nem segítenek, akkor nem biztos, hogy túljut ezen a fázison. És legyűrik a démonok. Igen. Te akkor hallottad ezeket a hangokat. Mondrázta valaki, hogy jobb lenne a világ, ha te nem lennél. Ezen közben, ez alatt az egy év alatt, neked voltak boldog pillanataid? Tehát örülni tudtál az életnek, vagy ez olyan volt, mint egy ilyen csapda, ami megállás nélkül fogva tart. Nem, hát ez olyan, mintha te beleestél volna egy nagyon mély, nagyon sötét és rettenetes kútba, és nem látsz ki belőle, tehát hogy nincs öröm. Nyilván vannak kevésbé rettenetes percek, vagy pillanatok, tehát nem mondom, hogy nem ingadozott, de hogy azért ez egy tartós, fekete, sötét alagút, amiben benne vagy. És ehhez is kellett egy impulzív döntés. Tehát valami kiváltotta, vagy forpontra ért benned? Volt egy konkrét dolog, ami kiváltotta, tehát valaki valamilyen ígéretét nem teljesítette, és ezért én haragudtam, és úgy éreztem, hogy el vagyok hagyva, vagy tehát, hogy valamilyen értelemben átvertek, és nem segítenek, amikor megígérték. Tehát, hogy ez volt egy ilyen impulzus mögötte, és ezért mondom, hogy impulzív volt, de biztos, hogyha nincs előtt az az egész év, az a hosszú év a szuiciditással, akkor nem teszem meg. Tehát, mert te akkor már, hogy szokták ezt mondani, a különféle gyógyszereket te már akkor porcióztad, így tehát van, készültél el? Így van, tehát fölhalmoztam. Fölhalmoztad, igen. Tehát tulajdonképpen most így utólag visszagondolva voltak éppen másodlagos volt, hogy mikor jön el ez a hirtelen döntés. Mikor születik meg, ez azért benned nagyon-nagyon érlelődik. Igen, hát ez olyan, mint mikor felhalmoznak egy csomó gyúlékony anyagot, és akkor valami aztán begyújtja, de ahhoz kell az a nagy mennyiségű gyúlékony anyag. Akkor te szerinted meg akartál halni? Hát ezt nagyon nehéz megítélni. Én azt gondoltam, hogy meg akarok halni. Egyértelműen. Tehát, hogy egyértelműen az volt a cél, kiszámoltam azt a mennyiséget. Tehát, ami halálos dózisnak igen, volt. Igen, amiről azt gondoltam, hogy halálos dózis. Tehát, hogy igen. Ugyanakkor, hogyha akkor abban a pillanatban, amikor ez az impulzus jött, valaki elbeszélget velem, és azt mondja, hogy figyelj, most kétségbe estél, mert történt valami, és egyébként is rossz állapotban vagy, számoljunk most el 10-ig, és nem tudom én, csináljunk valami kellemeset, akkor lehet, hogy kijövök belőle. Tehát, hogy nem sorsszerű az, hogy az ember meghal, hogyha szuicid, lehet ezen segíteni, vagy meg lehet
hogy mondjam, el lehet terelni ezeket a késztetéseket, de abban a pillanatban én úgy gondoltam, hogy most meghalok. Ez most kiszálltam, ennyit bírtam, nem bírok többet. Azt föl tudod nekem idézni? A tett követő másodperceket, tehát amikor az ember megteszi, gondolom, hogy gyógyszerekről van szó, bevettél egy csomó gyógyszert, az milyen? Az megkönnyebbülés? Tehát lemegy róla egy óriási nagy teher, amikor még tudatánál van, most arról beszélek. Igen, van benne valami megkönnyebbülésszerű, igen. Tulajdonképpen van benne. Tehát, hogy akkor így várod, hogy akkor most már jaj, de jó, vége lesz, nem kell tovább gyűrni a világot, meg magamat, hanem most akkor hál' Istennek le tudom tenni ezt az egész terhet. Ugyanakkor én úgy tudom, hogy hagytál egy kiskaput, tehát otthon téged felfedeztek 24 órán belül, ugye? Igen, igen, igen. Lehet, hogy tudat alatt ilyenkor az ember azért ebben reménykedik is, nem? Hát, ha tudat alatt, akkor én ugye nem vagyok ennek tudatában, tehát nem voltam ennek tudatában. Nem is volt olyan a helyzet, hogy én máshova el tudtam volna menni igazából. De lehet, hogy hagytam egy ilyen kis kiutat, tehát hogy az ember a saját tudattalan motivációit azt nem látja át. Amikor magadhoz tértél, mi volt az első gondolatod? Hogy tehettem ezt a gyerekemmel. Ez volt az első gondolatom, és nagyjából az egyetlen gondolatom a következő két hétben, amíg be voltam zárva egy zárt osztályra. Az alatt kizárólag ez volt a fejemben. Ő mennyi idős volt akkor? 3,5, vagy 4. 4. Ő ezt mikor tudta meg? Akkor. Akkor? Igen. Tehát, hogy... ő vette észre, hogy furcsa hangokat adok ki, és akkor a férjem hívott egy mentőt, és akkor valahogy elmondta neki. Tehát, hogy igen, én nem mondtam volna el, de tudta. Gondolom azért 3,5 évesen ezt nehezen fogja föl egy gyerek. Amikor ő ennek tudatára ébredt, azt meg tudtátok beszélni? Mert mondtad, hogy óriási lelkiismeret furdalással járt. Rettenetes lelkiismeret furdalásom volt. Rettenetes, tényleg. Sokáig nem beszéltünk erről. A közelmúltban tudtunk igazából, tehát már ő felnőtt volt, amikor ezt így ténylegesen meg tudtuk beszélni. Mert hogy nekem volt egy olyan elképzelésem, nem tudom, hogy miért, mert teljesen irracionális, de volt egy olyan elképzelésem, amiben őszintén hittem, hogy ez igazából az én magánügyem, és ő jól jár, hogyha nem én leszek az anyja, hanem van neki valami másik anyja, aki rendes anyja lesz, és nem depressziós anyja lesz. Tehát, hogy én ezt elhitettem magammal. Nyilván ő nem így gondolta. Tehát ő úgy gondolta, hogy azért ez egy nagyon nagy teher, hogy az ő anyja bármikor meghalhat. Mert ő tulajdonképpen ebben élt sokáig? Igen. Neked azt mondtad, 5-6 kísérleted volt? Hát úgy igazán komoly kísérletem az 4 volt. Tehát ezt követően még 3? Igen. Mind gyógyszerrel? Igen. Ugyanilyen elszánt voltál a továbbiakban is, vagy... más-más motivációk és lelki állapotoknak volt az eredménye mindez? Hát mindig volt valamilyen közvetlen impulzus, ami tipikusan valamilyen kudarc vagy csalódás volt, tehát mindig megelőzte egy hosszú szuicid periódus, tehát ugyanaz a mintázat ismétlődik, van egy hosszú szuicid periódus, ami alatt felhalmozom a gyógyszereket, és van valamilyen impulzus, ami általában valami, ami csalódást okoz, vagy haragot kelt bennem, amit így befelé fordítok, és akkor ez egy ilyen befelé forduló agresszió lesz. Ez mindig a bipolaritásnak a lenti szakaszában történik, ugye? Tehát amikor az ember azért igen, nagyon mélyen van. Igen. Akkor tudom, hogy ezt nem lehet racionalizálni, ezt azért már megtanultam. De bármilyen szinten ilyenkor hozzáférhető az észérvek nyomán. Tehát, hogy nyugi Eszter, ez most egy ilyen állapot, vagy ilyenkor teljesen felesleges saját magadnak is ilyesfajta megközelítést alkalmazni? Szerintem hozzáférhető, tehát mindig senki sem reménytelen. Tehát, hogy nem könnyű,
De hogyha valaki hitelesen el tudja mondani, hogy együtt érzek veled, tudom, hogy most úgy érzed, hogy nincs kiút, hogy reménytelen, de adj magadnak még most 4 napot, vagy 5 napot, és nézzük meg 5 nap után, hogy mi van. Azt gondolom, hogy ezt az üzenetet, ezt át lehet vinni a legrosszabb állapotban is, ha van, aki átvigye ezt az üzenetet. De hát természetesen azért elég megterhelő olyan ember barátjának, hozzátartozójának lenni, aki szuicid. Tehát ez egy nehéz dolog, ez nehéz a másiknak is. És ezt a terhet fölvállalni, és jelen lenni, és odafordulni, és erősnek lenni, az nehéz. És nem mindenki vállalja. Van, aki azt mondja, hogy hát jó, akkor menjél, nem tudom tovább csinálni, nem érdekel. Az én közvetlen hozzátartozóim, azok még tudomást se vettek a szuiciditásról. Tehát, hogy én annyira egyedül voltam ezzel, hogy odáig se jutottunk el, hogy tudjanak róla. De ez nem a te szemérmességedben múlt? Tehát, ha ők nyitottak lettek volna, te beszéltél volna? Persze, igen. Igen, igen. Máshogy alakul szerinted nagyon, hogyha később, most nem a gyerekkorodról beszélek, ha később van melletted egy vagy két olyan ember, aki ebben partner, belátó, empatikus, részvétel. Hát akkor sok minden máshogy alakult volna, igen, hogyha van valaki, aki empatikus. Igen. Ugye ott hagytuk abba, azt mondod, hogy ilyenkor ha adnak 5 napot, és azt mondják, hogy ezt gondold át, akkor ez nagyon sok tekintetben, ezek a démonok, ezek távozhatnak. Abban egyetérthetünk, csak megpróbálom magam számára is érthetővé tenni azt az állapotot, vagy egy picit hozzáférhetővé, hogy ez egy beszűkült tudatállapot? A beszűkült tudatállapot az egy jó kifejezés, az elég jól jellemzi. Tehát, hogy úgy érzed, hogy itt nincs más út, tehát semmiféle választási lehetőséged nincs, ez úgy érzed, hogy ez az egyetlen út. És nyilván mindig van más út, és erre rávilágítani valaki a környezetedben rá tud, hogyha veszi a fáradtságot. Tehát, hogy ez, az, aki benne van éppen a szuicidításban, az lehet, hogy hagy egy kis-kis kaput arra, hogy valaki bejöjjön és segítsen neki, de nem látja, ő nem látja, hogy merre van az út kifelé innen. Tehát mi ezt sokat csináltuk a búrán, hogy aki szuicid volt, azzal akkor beszélgetni kellett. És egyfolytában addig beszélgettünk vele, míg vagy ki nem hívtuk rá a mentőket, mert nem lehetett lebeszélni, vagy kijött ebből a mély bugyorból, ahonnan nem látott semmifélét, és akkor így megnyugodott egy kicsit. Ez egy feszültségi szint is, a szuicid állapot, tehát egy magas feszültség, amiben így készen állsz arra, hogy tegyél valamit magad ellen, vagy hogy bevégezd az életedet, és amikor egy kicsit lejön az ember erről a nagyon magas feszültségi szintről, kicsit lejjebb jön, akkor már kevésbé valószínű, hogy ő tényleg csinál valamit. És ehhez el tud vezetni egy egyszerű beszélgetés is. Tehát az, hogy én odafigyelek rád, igen, mondd el, beszéld ki magadból, gondoljuk át együtt. Nem kell különösebb bölcsességeket mondani, tehát ezt egy sorstárs is meg tudja tenni, hogy annyira odafigyel rád, hogy ez a fajta készenlét és ez a feszültség, ami ahhoz vezet, hogy ténylegesen megpróbálod megölni magad, ez egy kicsit így csökken. És itt a figyelem a kulcs szó, tehát hogy valaki figyeljen rád. Nem? Igen, én azt gondolom, hogy a figyelem a kulcs. Azt mondod, hogy még volt 3 kísérleted. Igen. Akkor se jut eszedbe a kisfiad? Tehát a későbbiek során, ha már egyszer nagyon megbántad, és volt lelkiismeret furdalásod, az sem tud visszatartó erő lenni? Hát nagyon szégyellem, de a tények azt mutatják, hogy nem. Mondjuk ebből a második volt még olyan korban, amikor ő még kicsi volt, a második után úgy azt szuggeráltam magamba, hogy akármi történik, elmászom 4 kézláb, vagy hason csúszva is, elmegyek addig, amíg ő egyetemre nem megy. És a következő 2 már azután volt, hogy ő elment egyetemre. Tehát igazából az első 2 volt az, ahol
ahol impulzívan anyaként, hogy úgy mondjam, kudarcot vallottam. Utána ennek a tanulságaképpen így magamba szugeráltam azt, hogy én ezt nem tehetem. El kell csúsznom addig, amíg elég nagy lesz. És akkor hosszú éveken keresztül ez volt az alapvető gondolatom, hogy csak addig kell eljutni, amíg a fiam elég nagy lesz. Ő már felnőttként, amikor ilyenek történtek, azokra hogy reagált? Tehát nem a múltbéli eseményekre, hanem amikor már mondjuk egyetem. Hát rendkívül mértékben ideges lesz tőle. Nagyon dühös lesz. Igazából ő nem nagyon érti, hogy mi van e mögött. Hála jó Istennek, nem ismeri ezt az érzést. Tehát ő nem érti. Úgyhogy az az emlékem róla, hogy amikor a második két kísérletemnél főleg nagyon ideges volt. Mérges volt rám. Te is magadra? Megint újra és újra, amikor magadhoz térsz, akkor van egy ilyen nagy lelkiismeretfurdalás? Az utolsó kettőnél már nem volt olyan nagyon erős lelkifurdalásom, mert akkor már nem egy kisgyereket hagytam volna ott. Ott inkább csak így bosszankodtam, hogy most megint elcsesztem, tehát hogy nem sikerült magamat túladagolnom. Lehet, hogy nagyon bornít a kérdés, de ez hogy lehet elcseszni? Hát ezekkel a gyógyszerekkel, amiket manapság fölírnak az embernek, már nem olyan egyszerű meghalni, tehát még a nagy mennyiségtől sem feltétlenül halsz meg. Úgyhogy így, tehát hogy igazából a halálos mennyiséget azt nehéz összeszedni, ha egyáltalán lehetséges. Most lehet, hogy nem is lehetséges, tehát hogy elképzelhető, hogy bizonyos kombinációk, ha használhatóak, de ebbe egyrészt nem akarok itt belemenni, mert Persze. Nem akarok senkinek ötleteket adni. Másrészt meg nem is tudom. De azt tudom, hogy például egy nagyon jelentős szeletét az életemnek azt tette ki éveken keresztül, de lehet, hogy évtizedeken keresztül, hogy az interneten öngyilkossági módszerekre vadásztam. Valamint azt néztem, hogy melyik életbiztosító fizet öngyilkosság esetén. Úgyhogy tehát most csak azért mondom, hogy érzékeltessem, hogy le lehet élni úgy 10-15-20 évet, hogy nap mint nap ezzel kelsz és ezzel fekszel. És most már nincs. Tehát most jelenleg semmiféle ilyen gondolatom nincs. És ha nem lett volna, ha nem élek így 20 évig, akkor nem érteném, hogy ez hogy lehet az ember. Tehát hogy lehet ez belül egy emberben? De ezzel éltem. Ez mutatja, hogy én ilyenekre vadásztam. Ez mutatja, hogy ez a késztetés nagyon mély volt. Tehát nem arról volt szó, hogy ha majd eljön az a pillanat, amikor már nagyon rossz lesz, majd akkor, hanem nekem ez egy napi szintű késztetésem volt. A szuiciditás egyetlen előnye, hogy egyáltalán nem félek a haláltól. Bármikor történne, bármikor történik, te azt mondod, hogy lesz, ahogy lesz. Igen, tehát, hogy én teljesen oké vagyok vele. Még akkor is, amikor, és most azt mondtad, hogy a mai állapotodban ez egy kiegyensúlyozott, jónak mondható harmonikus létállapot. Igen. Most nem is jut eszedbe? Nem jut eszembe a szuicidítás, nem. Néha bevillannak képek arról, hogy egy kés elvágja a nyakamat, de ezek ilyen teljesen kontextus nélküli képek, tehát hogy ezeknek nincs motiváló ereje, tehát ez nem arról szól, hogy én ezt akarom csinálni, csak így, mintha így a mélyből így feljönnének ilyen fantázia darabkák, amik régről megmaradtak, de hogy alapvetően semmiféle késztetést nem érzek arra, hogy véget vessek az életemnek jelenleg, és teljesen jól vagyok, és boldognak tartom magamat. Ez minek köszönhető? A gyógyszerek optimális beállításának, egy másfajta terápiának, vagy az érettség és a önreflexió jutott el már ilyen szintre? Hát ennek a vegyüléke szerintem, tehát hogy sok minden az, ami segített, tehát segített az is, hogy érettebben gondolkodom, segített az is, hogy végigmentem egy csomó terápián, segítenek a gyógyszerek is, tehát hogy igazából nem tudnék egy dologra rámutatni. Szívesen megtenném, hogy a sorstársaimnak azt mondjam, hogy arra van a kijárat, ott az az exit sign, de nem tudom, hogy pontosan mi az.
Az biztos, hogy amikor az ember a saját belső folyamataival jobban tisztába kerül, és jobban látja, hogy például ez az elképzelés, hogy én rossz vagyok, és nekem meg kell halnom, ez honnan jön, és hogyan lehet felülírni, hogyha ezt megtanulja valaki, akkor azért egy nagy lépést tett előre. Tehát én azt gondolom, hogy nekem az, amikor ezt így megtanultam, és azt is megtanultam, hogy nem szükségszerű az, hogy az ember úgy éljen, hogy szuicid. Hát most mondom, 6 éves koromtól, tehát én nem is éltem úgy, hogy ez ne lett volna ez a gondolat a fejemben. És mivel nagyon hozzászoktam, ez teljesen normálisnak tűnt, hogy én így élek. Azt gondolom, hogy meg lehet tanulni, hogy nem ez a normális, van más, ami viszont normális, és el lehet jutni abba az állapotba, de azért ez idő, és segítség kell hozzá. Egyre válaszolj meg, kérlek, így, ilyen éretten és edukáltan, tudva már a saját mintázataidat, ha még egyszer rád törne egy ilyen, akkor már tudod kezelni, és tudod azt, hogy ez honnan ered, hogy mulasztható el, hogy lehet lecsendesíteni? Abszolút tudnám kezelni, igen, igen. Tehát már nem tartod valószínűnek, hogy valaha még egyszer nem. Ilyet lehet. Nem. De jó ezt hallani. Örülök, hogy itt voltál, és köszönöm. Köszönöm én is.